Hát ezeken a szárakon például cső sincs, ez homokosabb talaj. Ahogy erre megyünk, itt változik a talaj, cső azért van. Molnár István alsónyéki gazda épp a szárazságtól tönkrement kukoricát mutatja stábunknak. Elmondta, már a learatott kultúránál is észrevehető volt a csapadékhiány, de a napraforgó és a kukorica nagyon megsínlette az időjárást. A tavalyi évhez képest körülbelül 150-200 mm-rel kevesebb csapadék hullott az idén ezen a területen, és most, hogy megjöttek a melegek, most szerintem azok a kukoricák, szotyik is megérkeznek, ami eddig bírta a csapadékhiányt. Hozzátette, a homokfoltokon már kisült a kukorica, de a jobb minőségű talajon is sokkal rosszabb termés várható, mint tavaly. Vendégedítette a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnökét, telefonon értük el. Ő azt mondta, idén nagyon drasztikusan érződnek a klímaváltozás hatásai. Ha nem érkezik hamarosan egy kiadósabb eső a térségre, az visszafordíthatatlan károkat okozhat a napraforgóban és a kukoricában. Sajnos a növényeket azt látjuk, hogy alulról kezdenek száradni, nagyon láthatóak az aszály okozta tünetek. A kukorica a megye egyes részein lehet mondani, hogy az életéért küzd. A szerencsésebb területeken is a nagy hőség ellen védekezik, nappal ilyenkor összesodorja a leveleit, úgy mondjuk, hogy furulyázik a kukorica. Hozzátette, az idei aratás eddig jobban alakult, mint várták, de a kukorica és a napraforgó betakarításánál már nem ilyen derülátóak.